No, eközben visszatértem. Visszatértem, úgyhogy nézzük is, hogy mi a helyzet. Azt mondja, hogy itt van az új csapatunk, akit én neveztem el Vajda Veteránznak, nem mondták, hogy szeretnének-e másik nevet. No, de amit tudunk, hogy van egy Martinunk, Gál Martinunk, ő vénezik. Aztán van egy Ivernünk, aki Jungi, ő fog dzsungelezni most. Aztán egy Lissandránk van, na, őt nem ismerem, ő a beugrós, aki Vince helyett beugrott, de a következőben már Vince lesz. Aztán, miközben elment már onnan nekem a képtelen, lesz ez gond. Nem lesz ez annyira gond. Visszaadjuk itt a scoreboardot. Eltüntetjük ezt. Megijeszthetném hogy a beállításokat, nem? Na tehát folytatva, igen, ő beugrosnak, aztán van Dorina, ő luluzik, és a toppon pedig Sebi. Na kérdés, hogy most lesz-e invéd? Megpróbál-e bárki? Megpróbál-e bárki invédelni? Közben csináltam feliratokat, amik vagy jók, vagy nem jók. De legalább megpróbáljuk oda tenni őket. Nem mondom, hogy szép, de hirtelen most erre futotta, jó? Hirtelen most erre futotta. Na nézzük, mi... megy az invéd rögtön, jókor, jókor kapcsolunk vissza a mérkőzésbe. Hát az a helyzet, hogy hiába jön az invéd, a kérdés csak az, hogy és észre fogják venni. Az igen. Nagyon szép volt egyébként, a Lissandra nagyon okosan csinálta. Ő neki nem fogom tudni ugye a nevét, ő a beugrós, de nagyon-nagyon jól csinálta, tehát az a Ward az nagyon jó helyre volt. Vissza is tértek a saját helyükre. És Erik már hozhatja is el a kéket. Kékkel kell Szekarimnál. Meg is van, segítettek neki a botlénerek, és akkor jöhet a csata. Nézzük, a topot kell nagyon figyelni, hogy most Wilson Gábor megint tud-e dominálni, vagy az az urgót ez most nem fogja ezt hagyni. Ugye a kék csapat, ott még nem láthattuk, ő nekik ez az első meccsük, rögtön játszanak egyébként még egyet majd, annyi, hogy lesz egy csere valószínűleg a mid lane-en. Nézzük csak. Egyelőre minden csendes, nagyjából hasonlóan farmolnak, talán egy picit, talán egy icipicit jobban a kék csapat. De még bármi megtörtént, az biztos, hogy nagyon bepusolta most Urgot az a Darius, úgyhogy egy kicsit más alakul Gábornak most ez, mint az előző, hiszen akkor ő volt az, aki... Szevasz Gábor, szevasz! Na, pont lemaradt el a saját osztályodnak való szurkolásról, de lesz még egy meccsük. A következő egyébként. Egy kicsit kikaptak, de egyébként... ettől függetlenül nagyon jól játszottak, és az early game-et a szők nyerték. Itt van egy hatalmas fight miden. De nem halt meg a Lissandra, és visszamegyünk rögtön gyorsan botra, de... igen, most nem igazán tudtam, hogy melyiket kéne nézni inkább. Nem volt akkora probléma Lissandrának, mint amekkora lehetett volna. Eközben toppon is megpróbál dominálni az a Darius, de... azért kapja neki. Hát... megint megvan a first blood, és megint! Jó van Gábor, na. Ne, nem mondunk ilyet.
Megint Gábor hozza a first ballot, hihetetlen. Pedig jónak tűnt egyébként, és az a baj, még Hekarim is ment volna a következő egy percen belül. Hát, közel volt. Közel volt ez a kill egyébként. Miden. Megint jobban kezdi a mérkőzés a Bishkek Crew, úgyhogy meglátjuk. Meglátjuk, mi lesz az eredmény. És van rögtön egy nagy fight, nem sikerül falhoz verni azt a Tristanát, de sikerül. Martinnak sikerült megszerezni a saját csapata First Blood-ját. Nagyon szép volt ez a bot. Afrika se éhes ez a Gábor, nem mond minket, hogy Afrika se éhes ez a game után. Ott van a következő kill majdnem. Balázs majdnem megette. És jön Hekarim. Lehet még probléma. Újjaj, jajaj. Hát lehet, hogy Hekarimnek lehet probléma. Balázs visszajött és rosszul tette, hogy visszajött. Nem szabadott volna. Hol lehet pénzt feltenni? Sehol. Ez nem egy ilyen fogadóiroda, vagy nem tudom. Szevasz Zsombor, amúgy mi a helyzet? Hogy vagy? Régen láttalak. Jó volt amúgy Kugler, igen. Jó volt Baton, nem volt vele semmi probléma. Nem lehetne azt mondani, hogy valaki miatt vesztett a csapat egyébként, abszolút. Kell. Kamera miatt. Szóval nem lehetne azt mondani egyébként. Egyáltalán nem volt senki úgy annyira gyenge. Topon talán Sebi most már óvatosabb lesz. Kevésbé fog arra a Dariusra rápusolni. De egyébként így 2-1 a botlane-nek sikerült elhozni, és Vayne-nél van mind a két kill. Vayne-nél van mind a két kill, ami a később még jól jöhet. Úgyhogy nehogy túl papír legyen majd a későbbiekben mondjuk egy Katarina ellen. És rögtön ott egy Katarina ulti, de hát jön a counter ulti! Az a baj, nincs mana! Nem volt mana és teleporttal érkezett a Sidisandra, egyébként meg lett volna a kill. És Jungi jókor jön. Viszont ez nem biztos, hogy egy jó fight lehet Sebinek, viszont meghalni sem fog. Ez is biztos. De haza kell mennie, úgyhogy a tornyot nem nagyon fogja tudni védeni. Mellettük of course. Jó, hát azt szerettem volna főleg az, hogy a suliból vannak, Gábor. Én meg akit mondtál, nem ismerem. Vayne ismét kezdeményez boton, eközben a mid lane az nagyon izgalmas. Katarina meghal! Ott van a mides első kill. 3-1-re vezet már a Vajda Veteráns. Úgyhogy érdekes alakul a mérkőzés. Mondhatnánk úgyis, hogy hasonlóan, mint az előző. Hiszen ha visszaemlékszünk, ugyanígy az S-Clap. Szavasz Vince, kajához nézed a... tanulsz a meccsből, mi? Na szóval, visszatérve, itt toppon egy érdekes csata alakulat ki. Uff. Nem sikerült ismét ez a top fight. Úgyhogy megint kezd Gábor elfigdelődni, 2-0 most már, 68 farmal. Ebben lehet probléma, a Darius feed az nagyon nagy probléma lehet későbbiekben, úgyhogy erre nagyon oda kell figyelni. Mert ismét a top feed lehet, nem lesz egy 1v9. Nyomsz 1v9-et? Jó van akkor. Nem féltem tőle. Jó van, Gábor. Óvatosan, na. És meg is próbálják elhozni ezt a Herádot gyorsan. Jelezte Katarinának is, hogy jöjjön. Gábor és Erik megkezdi a Herádot. Katarina pedig nem megy oda.
Gyere, itt nem voltál még. Hello! Hello, Miklós! Na, tök jó! 40 percet van benne? Hát ez nem olyan nagyon sok, de több, mint a semmi. Az előző meccsen volt Mastery egyébként, jól is játszott Erik a Masteryvel. 3-2 az első, azt akartam mondani, de közben szépítettek a piros csapat. Azt akartam mondani, hogy csak a tapolc. Mi az, hogy csak a tapolc? Szóval azt akartam mondani, hogy ugyanígy kezdték az előző meccset a tízások ellen, hogy hátrányban voltak, és utána mégis sikerült nekik a nagy előnybe kerülni. Nézzük, Urgot most talán meg tudja-e ölni azt a Dariust. Uff, azért ez egy nagy sebzés volt. Az a Katarina meg, hát igen. Maradjunk annyiba, hogy eltűnt. Eltűnt szegény. Botom pedig ismét egy fight alakul ki. Jézusom, ismét simán hozzák a botlént. Gyakorlatilag 3-0 Martin most már, úgyhogy itt az lesz a nagy kérdés, hogy Martin vagy Gábor majd a topról, aki inkább tudja carryzni ezt a meccset, mert hogy azért a Darius az nagyon veszélyes lehet még a későbbiekben. Jó, FPS game, lesz majd. Lesz majd az is. Hosszúak még ezek a hónapok, Gábor. Nekem ki kell próbálnom a csét, azt mondták. Itt van Erik, ő az egyik, aki mondta, hogy megtanítanak. Úgyhogy majd azt lesz egy olyan, jó? Nem tudom, nem ígérem, hogy jövő héten. Még átgondolom, de lesz. De én nem tudok vele játszani, szóltam előre. Menekülj, Sebi, menekülj! Az probléma, az meghal. Jézusom. Az a Darius, az jó, jó Milán. Mondom, meg kell tanítanatok. Tehát, hogy abszolút meg kell tanítanatok. Az a top, az nagyon meg lesz. Darius el fogja hozni Heráldal. Heráldal elhoz a topot simán. Jó, szólok mindenképp. Előre lesz az jelezve, igen. Valorant, igen, azt is ki lehetne próbálni. Biztos az a... Megvitte a tornyot amúgy, az igen. Menekül, menekül, Gábor Darius érzi, hogy talán valaki még itt lehet. És Jungi jön is. És ott a stun, és hát... Az a Darius meghal, Sebi leult vissza. Erik későn jött, Erik lekésett. És ott van egy mid csata. A probléma az, hogy nem egyedül van. Katarina próbálkozik, ott jön az ulti Katarinától. De meghalnak mindketten, és Jungi nem éli túl. Nem sokon múlt, majdnem megvolt, de így is kettőt hoztatok egyért, úgyhogy abszolút 8-4 az állás. Viszont topon nagyon nagy veszteségeket szenvedett a veteránok csapata. Tényleg megpróbáljuk majd a csét, ígérem. De még mindig nem játszottam vele, ahogy mondtam. Úgyhogy majd meglátjuk. A bot toronyot még nem sikerült elhozni, ettől függetlenül óriási fölényben játszanak. Nézzük csak meg a farm különbségeket. A felső sorban látszik gyakorlatilag 101-60 a két AD carry közötti farm különbség, és 0-1-be állt Tristana, 0-2-be pedig a Balázs a Morganával. Úgyhogy ami biztos, hogy a botlane-t az egyértelműen a kék csapat nyerte. Míg a top lane az pedig fordítva. A midre nehéz lenne azt mondani, hogy az közel volt. Az a Darius az aprit nagyon. Gábor nem ismer kegyelmet. Tehát ő most vért ivott. Vége mindenkinek. Rendben, Milán. Jó. Segítetek, akkor benne vagyok. Úgyhogy amit akartam mondani, hogy a mides csatára lehetne azt mondani, hogy az olyan egál közeli. Jajaj, nem sokon múlt. Az ulti nem kellett volna. Az ulti nem kellett volna, és akkor megvan. Na viszont itt valami hatalmas csata lehet. Martin egy killt biztosan elhoz már, és a Morgana is meg lesz neki. 5-0 Martin a vénel. És ott lehet. Nincs meg Sebinek. Nincs meg Sebinek, viszont Martinék továbbra is mennek. És megvan se... Jézus, mennyi múlott megint.
Az a Katarina az nagyon bátor ott. Nem ismer tovább ott maradni, mert probléma lehet. Eközben a Botto, hogy ott el szeretné hozni Martin, és jön vissza Tristan a nem teljes HP-val, lehetnek itt még gondok. Az a Tristan az halálnak halálával hal. Ugye a nagy arc az néha megbüntetődik. Bocsi, tényleg, de ez így van. Előző meccs után egy picit úgy éreztem a chatbe, hogy nagyon fölényesek vagytok, úgyhogy ez lehet, hogy most ezért történt, de még mindig nincs veszve a mérkőzés, hiszen még bármi lehet. Az biztos, hogy ott lehet egy Katarina kill, meg lesz-e vajon? Megvan. Viszont meg fog halni, meghal a farkasoktól! A farkasok ölik meg Lissandrát végül. 13-5, ez igen. 13-5 az állás. Darius közben tisztít. Gábor tisztítja itt a... Ja, mi? Nem noob, csak ez az, amikor a karma visszatámad, tudod. Vagy nem tudom, mi láttad a chatben, vagy miket írtak, akkor érted, amiről beszélek. Vissza lehet tekerni múgy. No, de viccet félretéve, ez egy nagyon izgalmas mérkőzés, és még mindig nem szabad leírni a Bishkek rút, mert 13-5 az állás, és hát az a helyzet, hogy bármikor comeback-elhetnek. Szóval már megy a chatbe itt mindenféle. Szóval, hogy bármikor comeback-elhetnek, úgyhogy nem szabad leírni. Eközben megölik-e a Darius-t meg? Meg Sebi ismét. Valószínűleg egy picit azért neheztel a top csatára, úgyhogy most amikor csak lehet behúzza a Darius killeket, és egyébként így próbál visszacsatlakozni a mérkőzésbe. Most már 4-3 bál az zurgot, úgyhogy abszolút rendben van. Viszont a Darius ez most 3-3, de így sem lehet leírni, tehát 1v1-be senki nem mer ellene menni még mindig. Ott van egy hatalmas csata a boton, és egy kill sikerül elhozni Martinnak, megy a következőre, Tristana menekül. Azt is elhozza Martin, gyakorlatilag 3 kill, söprés boton, 9 asszisztja van Lulunak, 0 szólhat meg, és ott lehet a következő Katarina kill, és az is megvan, és azt is elhozzák, gyakorlatilag 11-0 Martin. Martin pusztít ezen a mérkőzésen, kielemezték az előzőt, viszont most nagyon sok aranyat lehetett kapni érte, és Darius pedig most megpróbálja gyorsan még behúzni a Lulu kijét, de nem fog működni ez már. Ez már nem fog működni neki. Az a Lissandra még lehet, hogy meg lesz Dariusnak? Nem sokon múlt. Igen, Zsombor. Egyelőre úgy tűnik, hogy Martin lehozza a mérkőzést. Készüljön közben a másik csapat, mert ennek vége, akkor jön a második meccsetek. Az S-Clap-nek, úgyhogy lehet készülgetni. Jön a Herald. Észre se vettem egyébként közben, hogy a Heraldot mikor hozták el. De Junginál volt egy Herald, csak mikor történt, ezt nem tudom. Lemaradtam. Itt az a baj, Vincét meg Zsombort nézem, hogy mit beszélnek. És eközben egy hatalmas csata. A Herald is középen a csatába. Sebi behúz egy kill, de egyedül marad, és jön egy teleport, csak miért? Az a Lissandra megpróbál még killeket elhozni! Kérdés, hogy mi fog ebből kisülni? Egyet csak, és zonya! Mi lesz ebből? Nagyon szép volt. Hát, nem gondoltam volna, hogy ott még lehet bármit. Tehát az a teleport, az nagyon, nagyon nem volt jó ötlet elsőre. Ennek ellenére mégis ötletnek bizonyult a végére így, hogy minden puskaport előtt, a Zonyától kezdve az ultinát, azért Lissandra ellen így nehéz, hogy kétszer fagyasztja meg magát. Martinék közben, mivel ők már régebben meghaltak, ezért elkezdték pusolni a botlint. Az állás 21-10, egy 10 000-es aranykülönbség alakult ki, úgyhogy mondjuk úgy, hogy azért nem sok esélyt lehet adni most a piros csapatnak, ellenben lehet, hogy
lehet, hogy még vissza tudnak comebackelni. Ez még egy nagy kérdés, de egyébként a chatben lévő Gál lehozza, igen, az a, még benne lehet. A 11-1 az elég carry. Itt most Sandwichbe rakják közbe a top lane-et, Sebit. Hát ez egy 4v1 volt majdnem már, úgyhogy igen, nem lehet hibáztatni, hogy nem volt esélye most. Próbál visszajönni egyébként a meccsbe. Próbál visszajönni a meccsbe a piros csapat. Kérdés, hogy lehet-e? Lehet-e visszajönni, illetve ugye 20. perc, 20. perc lesz. Úgyhogy a baron. A baron a kérdés nagyon. De sárkányra gyűlnek a kékek. És minden pusolnak közben a pirosak, úgyhogy bármi megtörténhet, menekülnek rögtön. Ahogy meglátják Martint, elkezdenek menekülni az egész piros csapat, és rögtön Balázs meg is hal, és Martin torony alatt. Torony alatt lő Martin, mert igazából ahogy meglátják Vayne-t, azonnal úgy neki menekülnek. Kérdés az, hogy így most mi lesz? Most mi lesz, hogy hogy nyúlcipő volt? Martin megint jön, és hozza a killeket, egyet, kettőt. Lissandra is be a fight közepére. Mégsem jött ki rosszul belőle a piros csapat, sőt, igazából egy support meg egy jungler malad, de semmi köze megjött, mert ez egy négyes volt csak a veteránoktól, úgyhogy itt még így még lehet menni. Azért nincsen egy teljes életen, viszont nem igazán tudják eldönteni, mi legyen úgy. Menjünk, ne menjünk, mit csinálsz a Darius? Mit nem csinálsz a Darius? Visszahíleli közben magát. A végeredmény az, hogy nagyjából egálra jött ki a teamfight. Hiába a 10.000-es aranyelőny, nem lehet leírni a piros csapatot egyáltalán. Az előző meccset a végén biztosan nyerte a Bishkek Rú, és itt is még mindig partiban vannak, hiába a két sárkányos hátrány és a 11 killes hátrány. Még bármi lehet. De azért arra a Vayne-re nagyon figyelni kell, mert ahogy meglátják, menekülnek előle. Ott van egy nagy csapda! A Darius azonnal elviszik! 2 kill, 3 kill! Ott lehet a negyedik is! Hekarim elmenekül, úgy döntenek, hogy a lovat nem érdemes üldözni. Hadd fusson! De Lissandra megkerüli! Úgyhogy még Erik is lehet, hogy áldozatul. Erik meghal. Erik már biztos meghal. Ott egy Katarina, neki sincs sok esélye. Martin megjött és kivégezte. 16-2-ben van Martin. Bot push, igen. Hát ez most már egy mid push end lesz. És közben Lissandra pedig split pushol boton. Úgyhogy gyakorlatilag, igen. Ahogy Zsombor írta a chatbe, az annyi volt. Igazándiból hárman élnek a Bishkek Rúból. Nem sokat adok arra, hogy ezt ki tudják védekezni, de még bármi megtörténhet. Megpróbálják a bottornyot is beverni, ahelyett, hogy endelnének. Második inhibitor. Biztos, hogy meg lesz, ez 100%. Közben felé lett mindenki, úgyhogy a Bishkek Rú még egy utolsó szalmaszába kapaszkodhat, és most kell megpróbálniuk. Hekarim az már majdnem el is tűnt. Eltűnt a Vayne is, úgyhogy ennek a csatának még lehet jó kimenetele a piros csapat szempontjából. 2v2 az állás. És sikerül nekik. Nem is 2v2 volt, hanem 3. Egy quadra kill Katarinát, hoppá, még sincs vége. Még sincs vége. Nagyon szép volt egyébként a kettő inhibitor, és nagyon érdekes, hogy nem próbálják meg a baront, hanem pusholnak minden. De Katarina haza fog menni, úgyhogy hát nem tudom, itt még megpróbálnak egy utolsó comebacket. Egy utolsó comebacket. Esélytelen. De ne spoilerezzetek, hát 3 perc hátrébb vagyok, mint ti, ez nem igazságos. De amúgy én is úgy látom, hogy esélytelen, de annyira nem esélytelen azért. Az előző fight-ot sikerült lehozni a piros csapatnál. Vince közben készülhetsz akkor a kövi meccsre, meg az S-Clap 10-es csapat is készülhet. Ezután már is csinálom az inveket majd. És persze köszönjük a... sajnos nem tudom a nevét, beugrós midesünknek, aki most Lissandrát játszik. Nagyon szépen köszönjük, hogy kisegített minket.
És nagyon jól is játszott egyébként 8-5-10-be el. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük neki, majd esetleg a nevét megírhatjátok. Értem, Erik. De az előző meccs után pedig a többieknek rajtad kívül nagy volt a szája. Vince 5 palacsintát bevágott közben, felkészült a következő meccsre. Nagyon szép. Jó, itt még megy a mérkőzés egy pár percig. Itt egy Katarina, aki belesétálhat. Egy Lissandrába megpróbál ultizni. És a Lissandra megúszta, és megjöttek Martinék! Megjött Martin, és hát... ha Martin ott van, akkor vége. Gábor? Vagy Gabu? Gabu vagy Gábor? Úgyhogy... az a helyzet, hogy ez a Katarina be... És itt a Baron. Itt a Baron, amit elhozott a két csapat. 14 kills előnybe, 10k arany előnybe. Jézusom! Az a vén hogy szedte a Baron? Jézus! Az nagyon brutális volt amúgy. Szóval köszönjük neki akkor. Gabónak, jó. Akkor Gabónak nagyon szépen köszönjük, hogyha hallja vagy. Ha nem, akkor add át neki, Jungi. És tényleg jól is játszott nagyon. Úgyhogy... itt most már az endelés fázisában vagyunk. Igen, tudom, hogy nem tudsz. De azért jó volt, nem volt rossz. Egyetlen nem látszott. Hát Martin az valami űrbéli, nem tudom, képességeket növesztett, hogy nem tudom magának, mert ez katasztrófa, amit ő damage-el. Vége a mérkőzésnek. Történt egy surrend itt az utolsó másodpercekben. Köszi, hogy átadod. Na vége a mérkőzésünknek. Le is szedem gyorsan a feliratokat, amit majd át kell írni. No hát Martin egy 23-2-el. Nézzük meg azokat a damage-eket, én azt mondom az előzőn, ezt kihagytuk. Hát igen. Hát az a 33 000 az egy picit magas. Igen. Lissandra volt egyébként a második damage-be, utána pedig Shebi.